Na, sziasztok, srácok! A játék, amit bemutatok itt, nem más, mint a várva várt Phantasy Star Online 2, ami egy nagyon aranyos online akció RPG tulajdonképpen. Erről fogok nektek itt most mesélni, hogy tulajdonképpen mire lehet tőle számítani. Viszont ahhoz, hogy a jelentőségét megértsétek ennek a játéknak, kénytelen leszek mesélni egy kis történelmet. A Phantasy Star Online történet pontosan innen kezdődik a Phantasy Star Online-nál, ugyanis annak idején a konzolokon ugye nem léteztek online multiplayer játékok, tehát mindig csak valaki ott volt a szobában, kezébe adtad a másik kontrollert, és úgy tudtál játszani. És PC-n jelentek meg ugye azok a címek, online lehetett játszani. Ez akkoriban, amikor ezen törpöltek a japán bácsik, ez a Diablo-ra volt érvényes, mert hogy lehetett ugye a Battle.net-en játszani, illetve az EverQuest volt a másik, ami ezt inspirálta, és hogy a Sega-nak, mert akkor még a Sega gyártott konzolt, de az egyik embere az úgy gondolta, hogy az online lesz a jövő, és az akkori csoda konzoljukon a Sega Dreamcast, amiben azt hiszem CD vagy DVD, azt hiszem CD olvasó is volt, meg internetre is lehetett vele csatlakozni, arra fejlesztették ezt a Phantasy Star Online változatot, ami a korábbi Phantasy Star játékoknak a egyes szereplőit, stílusait vitte tovább, de online formában, ahol 1-4 játékos tudott közösen farmolni. Úgyhogy ez a konzolok szempontjából egy hatalmas nagy technikai előrelépés volt. De olyannyira, hogy ha a Phantasy Star Online nem születik meg, akkor tulajdonképpen Monster Hunter sincs. Tehát ennyire volt nagyon befolyásos. Tehát ennyire befolyásolta a technológiát ez a játék, ez a Phantasy Star Online. Sajnos maga Dreamcast az ugye kihalt. Sega ugye teljesen visszavonult a konzol piactól, és ugye főleg most már csak játékokat adnak ki. És ugye ennek volt a hatása az, hogy 2010 környékén elkészült Japánban a Phantasy Star Online második része PC-re, ami ugye ezért volt nagyon fontos, és 2013-ig ígérgették, hogy most majd lesz ennek nyugati kiadása, amiből sajnos nem lett semmi az ég egyet a világon. Egészen 2020-ig, amikor is be nem jelentették az 2019-es E3-on, hogy hamarosan jön a Phantasy Star Online PC-re. Ez nagyon aranyos, a mai napig is hülyeségnek tartom, de itt a sztori, hogy jön PC-re, de csak az Xbox-os platformon keresztül, tehát Xbox-ra és a PC-s Xbox Game Pass-on keresztül, vagy a PC-s játékboltba. Ennek megfelelően mindenki teljesen fellelkesült, de kizárólag az amerikaiaknak volt hozzá elérésük. És ez egy olyan játék ráadásul, ami ennyi idő alatt azért nagyjából elég jól le lett lokalizálva japánból angolra. És ugye az emberek szerettek volna vele játszani, úgyhogy így mindenki megrohamozta a Microsoft Store-t, ami sajnos nekem, azt kell, hogy mondjam, hogy én nekem van Xbox Game Pass előfizetésem, de egyetlen egy dolog miatt nem szeretem, és ezt pont a Phantasy Star Online 2-vel játszó játékosok tapasztalták meg, hogy a Steam meg a bármelyik másik játékboltoknál letöltöd a játékot, és ha van hozzá patch, akkor lefrissítés, kész. Ez sajnos a Xbox esetében, mármint a Xbox Game Pass esetében nem így van, mert az egész frissítés valami 3 különböző felületen folytatódik. Az egyiken megmondott, hogy frissítsen, nem biztos, hogy a következő felületen frissített. Úgyhogy nem egy esetben előfordulhatnak, hogy a nemrég felinstalált játékodat nem találja a rendszer, és leszedi újra. Ami így megeszi a helyedet irgalmatlan mennyiségben, úgyhogy ez elég szomorú az Xbox Game Pass esetében, ezért sajnos nem merem
mindenkinek ajánlani, pedig jelenleg nekik van a legjobb portfóliójuk erre a havi 4 500 forintra. Tényleg nagyon jó cuccok vannak benne. De elérkeztünk a 5-éhez, ami nemrég volt, ahol is végre megjelent a Fantasy Star Online Steamen. Tehát én erről nem is tudtam. Ugye hamarabb jelentették, hogy lesz a Fantasy Star Online 2 Genesis, ami majd sokkal jobb lesz, és áthozhatod a karakteredet bizonyos szinten, mint az, hogy bejelentsék, hogy ja, és jön Steamre. Ez azért is volt fontos, mert Steamen már van európai szerver, és az európai játékosok számára is elérhető, de pont most olvastam ma, amikor ezt a videót csináltam, hogy ez ugyanúgy az Xbox Game Pass-os csoportba is bekerült, tehát aki az Xboxon akar játszani, ugyanúgy tud játszani, mivel crossplay, illetve a játék indítása elején tudsz generálni magadnak egy kulcsot, és gyakorlatilag az Xbox Game Pass-os, Microsoft Store-os verzió és a Steam-es verzió között, ahova belépsz, ott fogsz tudni játszani ugyanazzal a karaktereddel, meg minden, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó pofa. Úgyhogy ennyit a történet ezen feléről. Gondolom, titeket azért egy fokkal jobban érdekel, hogy mi az Isten ez a játék. Szóval, amint említettem a bevezetőben, ugye ez egy akció RPG játék tulajdonképpen. A játékmenet tulajdonképpen abból áll, hogy van ez a központi hub, ami itt arkoknak hívják, egy hatalmas hajó, amin van pár fedélzet, amin tudsz mászkálni. Az első ugye gyakorlatilag ez, ahol fölveszed a küldetéseket, ez úgymond a kapu, akkor van külön egy olyan fedélzet, ahol bevásárolni tudsz, ahol minden aspektusnak van valami boltja, és utána gyakorlatilag kimész a helyszínre, és nekiállsz mészárolni, és mindig kapsz egy új feladatot. Ez így nagyon leegyszerűsítve. Ugye akció RPG, ez abból a szempontból is fontos, hogy a Diablóval legyen egy helyen, hogy gyakorlatilag ugye itt mindenki tulajdonképpen DPS nem létezik, Trinity, tehát teljesen mindegy, hogy ki milyen klasszal megy be játszani és megölni a rémeket, az a lényeg, hogy a rémek lemenjenek. Úgyhogy tulajdonképpen ez a DPS minmaxerek egyik nagyon-nagyon-nagyon nagy álma. Tehát nagyon jó a játék ebből a szempontból, pláne aki ezt szereti. A dolognak az a szépsége, hogy egy-egy ilyen pálya, amit kiválasztasz, és kiválasztasz hozzá rengeteg küldetést, mindenféle küldetésadó közül, ahol vannak fő küldetések, történet küldetések, időszakos küldetések, napi, heti, szezonális, meg még személyes, mindenféle embereknek vannak saját kis sztoriai, amiket még meg tudsz csinálni, és utána elmész a megfelelő térképre, amik ilyen bonyolultak, hogy az erdő, a vulkános barlangok, akkor a tengerpart, és ezeknek mindenféle egyéb verziói, ahol gyakorlatilag meg kell ölnöd mindent, ami le van írva, és vagy ha kinyírod, föl kell szedni a dolgot belőle, ami kiesik, szóval ez teljesen tipikus, normális akció RPG is dolog, és mindegyiknek a végén van egy boss, akit el kell intézni, és ez ilyen nagyon jó pofa konzol játékosoknak megfelelően nagyon sok különféle gyenge pontokkal vannak, amik tulajdonképpen pont azért vannak, hogy azokat sebezve ugye hamarabb le tud menni a rém, vagy konkrétan támadásokat veszel el tőle. Tehát nagyon jó meg van csinálva, és nagyon jó pofa az. A játék, ahogy említettem, azért 2010-es, tehát a grafika az azért nem fog oda verni nagyon. Viszont összességében azért elég jó pofa, és ahogy említettem volt, az, hogy milyen környezetben játszol, az csak úgymond a tileset, a csempéket fogja meghatározni, mert a Warframe-hez és a Diablo 2-höz hasonlóan gyakorlatilag ugye fix darabokból vannak összeállítva a pályák, tehát lehet, hogy lesznek olyan folyosók, amiket már jártál, vagy
kétszer ugyanaz a fajta kanyar van egymás után, úgyhogy látod, hogy hogy van elrendezve, de hát neked csak annyi a dolgot, hogy menjél és intézd el a rémeket. Úgyhogy nagyon straightforward a dolog ebből a szempontból, tehát tényleg mint egy jó akcióért RPG-ben menjél, öljél, lootoljál, és itt ezt nagyon komolyan kell venni a lootolás rész, mert hogy tulajdonképpen a, még az egyes használt skill-ek is esnek, és tulajdonképpen pont úgy tudod fejleszteni a karaktert, hogy minél magasabb szintű legyen az a cucc, azt vagy fejleszted, vagy találsz az erdőbe olyat, ami nagyobb szintű, és akkor megtanul a nagyobb szintűt, és viszont fölveszel egy kisebb szintűt, azt lehet odaadni a marketen. Ez azért is fontos, mert hogy a játék free to play, természetesen elképesztő mennyiségű pénzt el lehet költeni, tehát nagyon-nagyon sok dologra. Én most megnéztem a Steam oldalát, és ugye van 3 különböző 60 eurós DLC, ami csak témákat ad hozzá, főleg skineket, és ezen felül meg van egy csomó, akár 100 euróért is választható ilyen egyéb játék zseton, amit nem a játékból tudsz, hanem valós pénzért venni. Abból is van kétfajta. És tulajdonképpen ezekből tudsz magadnak venni a játékban található ilyen mindenféle ládák, vagy nem mindig láda, mert például kaparós sorsjegy is van, vagy akár bingo, amin ugye így véletlenszerűen lehet nyerni dolgokat. Ugye, ha van pénzed, akkor veszel ilyen zsetonokat, és akkor a zsetonokból veszel magadnak ilyen sorsjegyet, meg ládát. Általában főleg sorsjegyek ezek a ládák amúgy, csak hogy jobban értsétek, ezért mondtam a ládákat. És ugye abból véletlenszerűen esik, ugye tematikusak is vannak, ilyen tematikus ládák, hogy bukott hősök, meg a fényhősei, meg mit tudom én, iskola kezdés, meg mindenféle ilyen témában vannak, és aztán gyakorlatilag véletlenszerűen nyersz egyet. És ugye vannak gyakoribbak, ritkábbak benne, amit ki lehet szedni, és emellett meg gyakorlatilag azt csinálsz, amit akarsz, abból a szempontból, hogyha például van egy olyan dolgod, amit nem mondtam el, hogy ezek ilyenek, hogy fegyver kinézet, páncél kinézet, kosztümök, a megnek a kinézete, szóval egy csomó kinézet, meg bútorok a kis saját kis lakrészet berendezéséhez. Ezekből mindből, amik valami esik, vagy szín, akkor ha duplikátum, azt be tudod rakni a marketre, és ezért is mondtam azt korábban, hogy tulajdonképpen ki is tudsz venni így ilyen úgymond cash shop itemeket, tehát kinézeteket, emotokat, bármit rendes játékpénzből, hogyha van elég játékpénzed, amit kifarmoltál, amit mezzetának hívnak a játékpénz. Úgyhogy a játékmenet konkrétan erről szól, hogy te mész, elvállalod a különféle feladatokat, mindenféle bónusz XP, meg bónusz drop és bónusz mezetáért. Ezeket ledarálod. Természetesen az adott területen megvan, hogy milyen típusú rémekkel fogsz találkozni, meg hogy melyik ilyen ritkább cuccnak van esélye, hogy ott essen. És ezeket meg ugye ők is dobnak mindenféle cuccot, ugye a boss mindig dob valami ritkát, és ezeket így befarmolod, innen lesz ugye mezetád, meg XP-d, hogy 95-ös szintig tud level-appolni a klasszodat, tulajdonképpen tudsz klasszt váltani, azt is mindjárt elmesélem, hogy hogyan és miképpen, és gyakorlatilag utána fel kell gírelni magad, meg ugye itt ebben a játékban a fashion az nagyon fontos, a kinézet, tehát tudnod kell vásárolni jó cuccokat, ahhoz meg sok mezeta kell, ez tényleg az ilyen farmolós játékok kedvelőinek amúgy nagyon jó, tehát én néztem, struktúrában marha jó. Úgyhogy ezért is marha tetszik a dolog. Na, amit akartam mondani, hogy tulajdonképpen szabadon választhatsz, van egy NPC, akinél megfelelő szint után át tudod váltani a klasszodat, meg ott tudod fejleszteni a karaktert a karakter skill pontokból. És 95-ös szintig tudsz felhúzni egy klaszt, de egy csomó klaszt választhatsz, és váltogathatsz az NPC-nél köztük, ugye mostantól fogva Hunter leszek, a
videóban látható karakter az egy ranger, tehát középtávú range DPS. Ja, minek mondom, hogy DPS, mindenki DPS. Ugye van közelharci, van ilyen lövöldözős, mint az enyém, és természetesen vannak petes klasszok is, meg vannak varázslók, de az a lényeg, hogy mind egy ilyen távoli jövőben, science fiction cuccban játszódik, és ennek megfelelően ugye vannak ezek a mindenféle kvantum, meg mit tudom én, milyen powerek, amivel lehet csinálni, tehát ilyen Mass Effectben, meg a több ilyen science fictionben megszokott ilyen mágia van, ami nem mágia, de mégis az. És emellett azért akartam rá külön kitérni, mert hogyha választasz egy klasszt, az nem jelent semmit, ugyanis a jelenleg képernyőn látható Rangernek, ami egy alabot, három különböző fegyvere van, és amúgy ki lehet nyitni hat különböző ilyen választható fegyver listát, hogy gyakorlatilag tudsz on the fly a harc közben váltani fegyvert, hogy más típusú sebzést okozzál. Például ennek a Rangernek a három fegyvere, ugye van a géppuska, amit én használok, ami középtávra ugye lehet lőni jó kis sorozatokat, van neki egy vetője, tehát launcher, ami meg ugye AOE, amivel lehet nagyon érteni a rémeket, meg nagyon sebezni, és van egy úgynevezett gunblade, ami meg ugye egy pengés pisztoly, amivel közelharci támadásaid is vannak, és egy picit tudsz vele lőni, tehát az konkrétan át tudsz váltani közelharcra, úgyhogy elképesztően vicces. Emellett meg vannak olyan skill shotok, amit tényleg neked, mint játékosnak kell végrehajtani, én nem tudok nektek mutatni olyat, hogy jól megcsináltam volna, ugyanis van a játékban egy ilyen nagyon aranyos ritmus rendszer, amiben használod mondjuk a... Jelen esetben én a három gombos kontrollt választottam, csak hogy értsétek, tehát a jobb meg a bal egérkriken is van egy-egy skill, meg ugye van 10 egyéb skill, meg még a harmadik, tehát a középső egérgombot lenyomva is ellő egy skillt, és ezek közül mit tudom én, a bal klikkel lősz egyet vagy kettőt, akkor megjelenik egy ilyen piros kör körülötted, és ha úgy időzíted a támadást, hogy tudod, hogy a következő az már piros lesz, és megnyomod mondjuk a következő támadás gombot, vagy a jobb klikkel skilledet, akkor az jóval nagyobbat fog sebezni, tehát tulajdonképpen az igazi top DPS mondhatni, tehát a jó játékos, az úgy tudja csinálni a támadásait, hogy mindig ez a úgynevezett perfect attack jön ki neki, ami nekem amúgy én itt nem tudom nektek megmutatni, mert ez egy nagyon spammelős karakter gépágyújával, tehát nem nagyon van értelme. Vagy biztos lenne értelme, de egyelőre én itt az elején túllevelapoltam mindent, úgyhogy nem is nagyon foglalkoztam vele, úgyhogy később biztos vagyok benne, hogy ez lesz az, ami megkülönböztet engem, meg a jó játékosokat, hogy ők már rendesen tudják a perfect attack-okat kinyomni, mert hogy ugye le kell burnölni a boss-t. Úgyhogy ez a dolog is nagyon jó. És amúgy meg ugye a játékban mindenféle gear van, mindenféle gear fejlesztés, és a meg, ami ott lebeg mellettem, az azért fontos, mert nem csak azért van, hogy tök aranyos legyen, és ott repkedjen mellettet, hanem fejlődik, és mindenféle különféle buffokat adnak. Például ez, ami nálam van, az annyira basic, hogy nem is nézték, hogy ez közelharci bónuszt ad nekem, én meg ugye távolsági harcos vagyok, de értek a lényeget, ahogy nő, mert hogy tudod levelapolni, főleg az, hogy tárgyakat etetsz meg vele, és úgy ezzel töltődik az energiája, ha feltöltődött az energiája, ugye akkor ő megadja ezeket a bónusz buffokat neked a mindenféle statjaidra, de viszont emellett fejlődik is, minél több tárgyat teszik meg, és akár úgy mutálódhat is, tehát ez is nagyon jó pofa, emellett vannak petek is, amit még nem szereztem, szintén. Úgyhogy marha sok minden van, és amúgy elképesztő mennyiségű mindenféle küldi van. Én a végén már pont ez a döntési kényszer miatt döntöttem amellett, hogy én most már inkább nem játszok vele, mert túl sok mindent kell benne csinálni, már egyszerűen nem tudom, hogy mit csináljak, mert túl sok választási lehetőségem van. De tulajdonképpen menni kell az adott térképen is ölni, tehát ez egy ilyen nem túl bonyolult játék, azért merek róla ilyen nem túl hosszú idő után is cuccot csinálni, mert attól még nem fog változni,
Már hogy lehet, hogy lesz olyan küldi, ahol csak egy boss van, és nem kell előtte még így farmolni az erdőt, mezőt, sivatagot, hanem be kell menni a többiekkel, és akkor a boss-t lebörnölni különféle fázisokba. Szóval ez egy ilyen nagyon jól sikerült farmolós játék. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy amilyen rendszereket láttam benne, nagyon jól össze van rakva. És tényleg nagyon jó farmolható. Ami nekem nagyon tetszett strukturálisan az az, hogy bemész a térképre, mondom, lehet, hogy már láttad azt, hogy vannak a fák, meg a folyosók, mert már voltál itt vagy 5-ször, vagy 10-szer, vagy 20-szor, de mivel mindig más sorrendben vannak, az egy dolog, de egy csomó véletlenszerű esemény van, amikor egyszer csak beteleportálnak egyéb lémek, és akkor neked ki kell őket nyírni, és azért még bónuszokat kapsz, szóval tényleg marha jól lehet farmolni, és mivel farmolni kell, mert onnan jönnek a jó cuccok, így ez meg külön vicces, hogy ilyen jó meg van csinálva. És tényleg rengeteg kisebb-nagyobb rendszer van, amit vagy meg se értettem, vagy nem találkoztam még vele, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel az alappal nekem már teljesen mindegy. Teljesen angol, magyar dolgot nem találtam, szerintem örüljünk neki, hogy van angol. Az angol nyelven is vannak a voiceoverek, amik szerintem majdnem jobbak néha, mint a grafika, tehát elég jó munkát végeztek, nem egy esetben a hangszínészek, de ez egy nagyon jól farmolható akciójáték, úgyhogy mindenkinek ajánlom, mert tényleg ez a kontroll, ez a WASD-vel tudok menni jobbra-balra, előre-hátra, és akkor ott vannak az egér kurzon, vagy az egér gombok beállítva, és akkor 1-től 10-ig meg lehet nyomni az egyéb skilleket. Egérgörgővel tudtam változtatni a fegyverek között, és amúgy a másik fontos dolog, hogy effektíve top targeting van. Tehát úgy akció RPG, hogy azért MMO-knak megfelelően van ez a jó pofa, ráfókuszálsz egy ellenfélre, és akkor azt elintézed, ezt tabbal tudod csinálni. Azt hiszem Q is alapból, de a tab az, hogy jobban kézre átettél, a standard MMO kontrollal azért elég jól el lehet benne haladni. Igazság szerint, ami nekem nagyon tetszik ebbe a kontrollban, hogy nincs az, mint a Final Fantasy-ben, meg a World of Warcraft-ban, vagy a Guild Wars-ban, hogy amikor forgatod a kamerát, a jobb klikket mindig le kell nyomva tartani, tehát nekem ebben a szempontból nagyon tetszik az irányítása is. Amúgy ha van kontrollered, nagyon-nagyon könnyedén irányítható azzal is. Én meg sem próbáltam, én nagyon örültem neki, hogy van. De látta, hogy van kontrollerem, és ugye felkínálta többször, hogy akarok menni. Úgyhogy ez lenne Dióhéjban. Nem tudok túl sok mindent mondani róla, mert hogy tulajdonképpen egy viszonylag egyszerű farmolós játék, olyan, mint a Warframe, csak japán grafikával, japán játékstílus, tehát mindig kiabálnak egy csomószor, amikor lőnek, meg kaszabolnak a karakterek. Szóval aki nem bírja a japán grafikai stílust, meg az ilyesmit, annak nem fog tetszeni, de aki meg szereti az ilyen farmolós játékokat, pláne ami ingyenes, annak nagyon fog tetszeni. Engem egy dolog egy picit bosszant, a kezdeti 50 darabos inventory olyan szinten telik meg, hogy lootolni eléggé problematikus, de hát így gyakorlatilag az embernek meg kell szokni azt a rutint, hogy hú, megyek küldire, mindent berakok a bankba. Kétféle bankod van amúgy. A karakterbank, amit csak ehhez a karakterhez van, az is 200 darabos, illetve van egy account bound, amit gyakorlatilag bármelyik másik karakterrel is elérsz. Tehát, hogyha olyan cuccaid vannak, akkor meg tudod oldani. Úgyhogy ez tulajdonképpen az én hibám, nem a játéknak, hogy nem szoktam meg azt a rutint, hogy elindulok kalandozni, akkor előtte pakoljak ki. Úgyhogy erről ennyit. Szóval a játék maga jó, jól irányítható, meg ugye elég régi, tehát szerintem a legtöbb gépben röhögve elfut a lehető legszebb grafikai beállításokkal, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy nem fut. Viszont örömmel mondhatom, hogy a játékrendszer, a kontroll meg minden az jó. Tehát akik szereti az ilyen farmolós játékokat, és túl tud mozdulni ezen a japánságon, az nagyon jól fog szerintem szórakozni, mert tényleg marha jól el lehet farmolni benne, és nagyon el lehet imbulni min-max-al, illetve hogyha nagyon ügyesen megcsinálod a perfect cuccokat, akkor szerintem elég sokan keresnek. Viszont egy dolgot érdemes tudni, főleg a japán
oldalról, hogy ez egy nagyon hardcore grindelős játék, tehát nagyon sok nehézségi foka van a cuccnak, amit ki kell nyitnod. De ha kinyitottad, akkor utána gyakorlatilag a legelső erdőt is tudod menni valami rémálom verzióba, ahol marha nehezek, nagyon magas szintűek az ellenfelek, meg minden. És pont ennek megfelelően az ilyen Nightmare meg egyéb fokozatoknál, főleg a japánok, azok teljes mértékben idegbetegek és elitisták. Tehát találkoztam olyannal, hogy az egyik amerikai youtuber, Cry, az csinált egy videót, ahol a haverjával megnéztek egy ilyen boss-t, ilyen nehezebb fokozaton, de még nem a legnehezebben, csak hogy hogy megy egyáltalán, meg hogy milyen az a nehézség. Amúgy legyakták, de ugye a Cry, amíg bénázott ott a képernyőn, azt valaki nekiállt beírni neki ilyeneket, hogy merészel ilyen tudással erre a nehézségre bemenni. Ez például így teljesen elképesztő volt. A másik meg az, hogy ilyen tudásra meg ilyenekkel örüljön, hogy nem riportálták. Tehát képzeljétek el, hogy ezek az hardcore gyökerek képesek arra, hogy csak azért feljelentsék a karakteredet, vagy téged, mint játékost, mert hogy szerintük te gyengén játszottál, és lehúznád az ő XP per DPS per másodperces idejüket. Mindezt úgy, hogy te ezt a saját sessionednál, a saját haveroddal csináltad, nem pedig másokkal. Tehát még akkor is, tehát ennyire elvetemült hardcore játékosok vannak kívül. Ez mondjuk szerintem Európára nem igazán jellemző, de előfordulhat, hogy bele tudtok szaladni ilyenbe, hogy ez ne törje senkinek a kedvét tulajdonképpen, mert szerintem ok nélkül nem bannol maga a Sega, de azért kicsit ijesztő, hogy vannak ilyen emberek, akik ezzel foglalkoznak. Úgyhogy ezt csak ezért akartam megjegyezni, de az a lényeg, hogy maga a játék szerintem meg marha jó, tök jó játszható. Igazság szerint nagyon sajnálom, hogy nem 2013 óta van meg, és már nem úgy beszélünk róla, hogy a múltban, hogy mennyit farmoltunk, és jó volt. És már jöhetne a következő, hanem tulajdonképpen még csak most ismerkedünk vele, és ugye vannak olyan emberek, akik meg már rommá játszották, és a kisújukban van az egész. Úgyhogy marha jó. Más most hirtelen nem jut eszembe, úgyhogy szerintem én lezárom ezt, így is hosszabb lett, mint gondoltam. Szóval ez a Phantasy Star Online 2, amivel már is bármelyikőtök tud játszani, vagy az Xbox Game Passon ingyen, vagy pedig a Steamen. Én amúgy a Steamet javaslom, főleg azért, mert a Steam az gond nélkül tud patchelni. Úgyhogy nem tűnik el a verziód, úgyhogy ez az egyik. Főleg azért vicces, mert hogy 70 gigáról beszélünk, tehát hogyha ez a Microsoftos cuccnál eltűnik, akkor vége van az egésznek. Tehát az így folyamatosan el fogja fogyasztani a vinyódat, de így meg, hogyha Steamen játszol vele, akkor ilyen problémád nincsen, mert hogy ez rendesen pecsel. Azt hiszem, most már tényleg mindent elmondtam nektek, úgyhogy remélem tetszett, ha tetszett, lájkoljátok, ha nem, akkor nyugodtan diszlájkoljátok, viszont mindenféleképpen, ha van bármi hozzászólásotok, vagy a videóról, vagy a játékkal kapcsolatban, azt tegyétek meg a hozzászólások alatt, én meg majd aztán hamarosan valami más érdekességgel jelentkezem, valami könnyű fém nevű lány lesz valószínűleg. Úgyhogy sziasztok, pápá!